Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Sok kicsi sokra megy, az ön 1%-a is segíthet. Ha szeretné, hogy több és változatosabb kulturális program legyen Kiskunhalason, akkor adóbevallása kitöltésekor gondoljon a Halasi Média és Kultúra Kft.-re. Köszönjük, hogy segíti munkánkat! Ezekkel ütköztek a teherautók, elkerülhetetlen volt a baleset, az állatok hirtelen szaladtak ki a főútra kiszállásnál. Kennelben tartott rottweilerekre rontottak, hiába a 120 ezres bírság, újra kiszöktek a Gubodi úti problémás kutyák. Műfüves focipályát avattak Fehértón, Mésző Kálmán legendás válogatott is részt vett az ünnepségen. Kevés cégnél van ilyen, családias hangulatú majális szervezet dolgozóinak a Merkbau. Köszöntöm Önöket, számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk. Két őz okozott balesetet ma kora reggel az 55-ös főút kiszállási szakaszán. Két kis teherautó is ütközött az állatokkal, elkerülhetetlen volt az ütközés, olyan hirtelen szaladtak ki a főútra az őzek az elől haladó Iveco kis teherautó elé. A mögötte érkező Volkswagen vezetője megpróbált lehúzódni az út szélére, hogy elkerülje az ütközést, de mégis belecsapódott a tehergépkocsi hátuljának. A balesetben a Volkswagent vezető bajai férfi sérült meg könnyebben, a csuklóját fájlalta, hozzá mentőt hívtak. A baleset során az őzek elpusztultak, a helyszíne és idején váltakozó irányban haladt a forgalom. Lesz még eső bőven, ha bejönnek az előrejelzések, felhőszakadásokra figyelmeztet a meteorológia. Elsőfokú figyelmeztetést adta ki több megyére, köztük térségünkre is a mai és a holnapi napra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt akár 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat, ezért nem árt, ha még szerdán is lesz nálunk esernyő vagy esőkabát. A februári eset után 120 ezer forint állatvédelmi bírságot szabtak ki a Gubodi úti kiszökő kutyák gazdáira, ám a probléma nem oldódott meg. A panaszos udvarára újra bementek a kutyák, megbontották a rottweilerek kenneljét. Ezután nem történt sérülés, az asszony viszont ismét segítséget kér. Már most sehol nincs a kutya biztonságban. Épp, hogy lezárult az eljárás, már is újra kezdődött a Gubodi úti kutyás történet. Pár hónappal ezelőtt a szomszédságban élő kutyák már nem először bementek Bartak Otília udvarába, ahol megtámadták kedvenc rottweilerét. A kutya elpusztult, a hatóságok lefolytatták az eljárást. A rendőrség elutasította a panaszt, mivel nem történt uszítás. A jegyző viszont 120 ezer forint állatvédelmi bírságot szabott ki a támadó kutyák gazdáira. Bartak Otília udvarában pedig felhúztak egy kennelt, és elpusztult kedvence helyét két új kutya vette át, ám nem tartott sokáig a nyugalom. Arra ébredtem, hogy nagyon hangosan ugat, kinézek, és látom, hogy a kennelbe két kutyával több van. Hát meg is ijedtem, meg nem is tudtam hova tenni. Az volt a lényeg, hogy próbáltam őket valahogy kizavarni, igazából a sötétben nem is látszódott, hogy hol van luk, féltem is tőlük, de mindegy, kimentek, és mind a kettőt láttam. Az egyik ide szomszédba ment, aki az egyik támadó kutya volt a régi esetnél is, a másik meg erre kifele vette az útját a Gubodi úton, egy kis rövid lánc volt rajta, hallottam a csörgését. Én rögtön hívtam a mezőröket, kijöttek, mondták, hogy hát ők még ilyet nem nagyon láttak, ugyanis a lebetonozott kívül is megerősített kennelnek, és a drót, a kihúzó drót közt, a dróthálót egy lukformára kifeszítették, és azon ment be ez a két kutya, meg azon is távozott. Bartak Otília úgy véli, nem való kutya olyan embereknek, akik nem tudják betartani a szabályokat. Azt mondja, ez esetben is valószínűleg a kutyatartás megvonása lenne a megoldás. Ez már tényleg rengeteg, ez már sok, ezt már nem bírom én se. Minden nap úgy kelni, úgy, hogy első dolgom, hogy kinézek a kutyákra, hogy rendben vannak. Most szóval én nem
Nem szeretném ezt. Lelkileg is megvisel az, hogy a múltkor ugye az elhalt a kutya, most őket is, most hál' Istennek őnekik nem történt semmi bajuk, de én nagyon szeretném, ha ennek a kutya történetnek vége lenne, és a rendészet is, meg akire ez tartozik, nagyon komolyan odalépne, mert ez már most már szerintem nagyon, de nagyon sok. Az állattartóknak az előírások szerint meg kell akadályozniuk állataik kiszökését a tartási helyről. Ha ez mégis megtörténik, első körben a városi rendészet felhívja a figyelmet a jogsértő állapotra, majd jönnek a szigorúbb lépések, sorolja a rendészet vezetője. Amennyiben olyan mulasztást követett el, hogy az pótolható, akkor határidő megszabásával pótlási kötelezettséget írnak neki elő. Amennyiben ezt nem teljesíti, vagy ismételt jogsértés következik be, akkor a jegyző eljárást indít az állattartóval szemben. Ezen eljárás során kötelezheti bizonyos előírásoknak a betartására, bizonyos feltételeknek a teljesítésére. Ha ez nem vezet eredményre, állatvédelmi bírságot szabhat ki. Ennek az állatok kiszökése esetén az alap mértéke 90 000 forint, ami növekedhet. Amennyiben ez se vezet eredményre, akkor indokolt esetben az állattartót az állattartásától eltilthatja. A tapasztalatok szerint a legtöbben már az első figyelmeztetésre reagálnak, és próbálják megakadályozni állataik kiszökését, de nem minden esetben történik így. Az elmúlt 3 évben 18 ilyen közigazgatási eljárást folytattunk le, jelenleg is folyamatban van 2. Mind a 18 eljárásban köteleztük az állattartókat a jogszabályoknak a betartására. Mindösszesen 3 olyan eset fordult elő a 18-ból, amikor ismételt jogsértés következett be, és bírságot kellett kiszabni. Csikket a csiktartóba. 100 számra szedték össze a hétvégén a Teszed akció önkéntesei a városban szétdobált cigarettacsikkeket. Ez a probléma a városközpontban is fennáll. Hogy legyen hová tenni a csikkeket, a Városgazda ZRT munkatársai a napokban 18 darab csikktartót szereltek fel a főtéri és környékbeli szemetesekre. Azt kérik, a dohányosoknál használják ezeket a tartókat, így talán tisztábbak lesznek a közterületek. A tavaly novemberi fitnesspark avató után szombaton újabb sportlétesítményt adtak át Kunfehérton. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával, helyi források felhasználásával műfüves focipálya létesült a településen. Az ünnepélyes átadás apropóján egész napos sportos program várta az érdeklődőket. Vendégként Mészöly Kálmán, a korábbi legendás válogatott játékos, volt szövetségi kapitány érkezett. Még a nap is rámosolygott szombaton Kunfehértóra, hiszen újabb, a közösséget erősítő, a sportos, az egészséges életmódot megalapozó létesítménnyel gazdagodott a település. Nem volt kérdés az első perctől kezdve, hogy mi megpályázzuk ezt a műfüves futballpályát. Egy hangúan a testület úgy döntött, hogy támogatja ezt a projektet, és tényleg nagy örömre szolgál, hogy ennyi idő alatt, szinte nem egész fél év alatt el is készült, és most itt lehetünk ezen az átadón. Az elején biztos, hogy nagy lesz az érdeklődés, ugye az újdonság erejével fog hatni, de szeretnénk ezt fenntartani folyamatosan, és nem engednénk el a vendégeinket. Tehát mindenképpen arra törekszünk, hogy bővítsük még ezt a sportkomplexumot, és minél több embert hozzunk ide, mozgassunk meg. Az átadó ünnepségen a Magyar Labdarúgó Szövetség képviseletében a Szőke Szikla Mészöly Kálmán, a legendás játékos, volt szövetségi kapitány is részt vett. Én borzasztóan örülök ezeknek a pályáknak, mert én tudom, hogy én hol kezdtem, milyen pályán, milyen talajon, és futballista lett belőle, nem is akármilyen. Na most ezt el szoktam mondani, és itt is el fogom mondani majd gyereknek, ez nagyon szép, hogy itt, de ezt akarni kell, ezt csinálni kell, ezért lelkesedni kell. Ez csodálatos, meg a nagy stadionok is. A közönség ugye egy kicsit elpártolt, remélem a francia Európa-bajnokság után, az új bajnok idényben sokkal többen lesznek, mert rájönnek, hogy tényleg a magyar srácok rendesek és minden, de ezeknek a fiataloknak meg fantasztikus dolog. Most gondoljon bele, hogy én vörös alakos pályán játszottam, még mindig tele van a térdem azokból a foltokból, ami megmaradt a salakról. Ott futballozni, ott próbálkozni, vagy egy ilyen körülmények között, amit itt önöknél is most át fogunk adni. De ez nagyon nagy dolog a gyereknek, nagy követelményt kell eléjük tenni, és én biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül, 5-10 éven belül a magyar futball újra a régi fényébe fog ragyogni. A megyei szakszövetség is támogatta a pályaépítést.
községek ön erőből nem tudják megvalósítani, és persze természetesen kellenek vállalkozók is, akik a tagos pénzüket nem balatoni és hasonló villákra fordítsák, hanem a községek érdekében és a községek életében lépnek előre. És ez a lépés van, amikor lassú volt, de az utóbbi időben felgyorsult, és ennek szerves része a Bács-Kiskunhalyi Labdarúgó Szövetség is. Bányai Gábor körzetünk országgyűlési képviselője szintén meghatározó lehetőségnek tartja az új játéktér létrejöttét. Ennek a településnek feljétlenek épp a tó miatt a sportfunkció jelentősebb, mint azt gondolná bárki a településen kívül, hisz rengeteg jönnek ide sporttáborba, edzőtáborba, jönnek egyéb táborokba, és a sport ilyen színhelyen, mint egy műfős pálya, az valószínűleg keresletet fog generálni, és nem beszél arról, hogy azért komoly támogatónak a futballnak itt a vállalkozók sorában, akik még akár Halason is támogatják a halasi futballt. Tehát a futballnak itt a füves pálya mellett, a tó mellett ezzel az új létesítménnyel szerintem komoly teren nyílik, és hát ha egyszer a fehértói fiatalok közül lányok, fiúk egyszer valahol megyébe vagy az ország bármelyik csapatában meg fognak jelenni focistaként, mert az utánpótlás nagyon fontos kérdés. A szombati átadó ünnepség után mától teljes kapacitással, maximális kihasználtsággal szolgálja a fehértóiakat a műfüves pálya. Meghatódva, csillogó szemekkel fogadták az idősek az óvodások műsorát. A Bóbita óvoda pillangó csoportja anyák napi köszöntésre érkezett ma délelőtt a Szilárd János utcai idősek napköziébe. A gyerekek mesével, énekkel és versekkel köszöntötték a nagymamákat, dédmamákat, ők pedig tapsan jutalmazták a kicsik ügyességét. Az idősek napközije próbálja minél változatosabbá tenni az intézmény életét, megtartják a különböző ünnepeket, ám az óvodások látogatása mindig kiemelkedő eseménynek számít. Maján is szervezett a dolgozóinak a Merkbau cégcsoport. Kerékpártúrával, fagyizással és játékos versenyekkel ünnepelték május 1-ét. Mint kiderült, a cégnél nagy hangsúlyt fordítanak a családias légkörre és a szabadidős rendezvényekre. Több mint 100-an gyülekeztek vasárnap reggel a Merkbau Kft. Jókai utcai telephelyén. A bemelegítést követően a népes csapat rögtön Soltvadkert felé vette az irányt. Évek óta hagyomány már a cégnél a Maján is. Merényi Jakab ügyvezető szerint egy közösen eltöltött nap, fagyizás remek alkalom a kötetlen beszélgetésre. A munkahevében nem igazán jut idő arra, hogy a családról beszélgessünk. Azt se tudjuk, kinek hány gyereke van, felesége, férje, stb. Ilyen alkalom akkor, meg akik eljönnek, azokkal tudunk beszélgetni, és hát úgy gondolom, hogy viccesen, humorosan eltölteni egy napot, ami úgy gondolom, hogy a feltöltődés egy alapja, hogy aztán a következő időszakban még nagyobb teljesítményt tudjon mindenki kihozni magából. A kerékpár túráról hazatérő csapatot finom étkek várták, az asztalok mellett a cégcsoport dolgozóinak és családtagjainak volt idejük ismerkedni egymással. Akik egy-egy szakterületen dolgoznak, mondjuk kivitelezés, építőipari kivitelezés területén, mondjuk értekezeteken szoktak találkozni, de már különböző üzletágakban, mondjuk a kereskedők és a kivitelezésben dolgozó kollégák gyakran ilyen alkalmakkal találkoznak első alkalommal személyesen. Korábban csak esetleg érkezik egy körhímű, egy fényképpel, hogy új kollega érkezett a céghez, de ilyenkor azért személyesen is tudnak találkozni, és ez remek lehetőség. Mint megtudtuk, az év folyamán több olyan esemény is van, mely az építőipari cégcsoport dolgozóinak kikapcsolódását szolgálja. Van családi nap lent Nemesnádudvaron, a panzióba, azt is nagyon szeretik, ott is teljes, ott alvós, tehát úgymond kétnapos program szokott lenni, külön a építőcentrum dolgozók, külön a centereknek szokott lenni, akár évzáró rendezvényük, sportnapot csinálnak, tehát tényleg jó. A játékos sportversenyeket Hajdú B. István sportriporter irányította. A mókás feladatok egész délután zajlottak a sportpályán. Az egyik ilyen feladat egy faház építése volt, persze jó néhány turpissággal nehezítve. Knáb János műszaki igazgató szerint ez nem okozott gondot a tapasztalt építőknek. Egy vidékies nyeregtetős házat próbáltunk a megadott alapanyagból összeállítani. Úgy gondolom, hogy ha egy picit több időnk van, akkor jobban tudunk a tervhez igazodni, de a kreatív készségünket azért kifejtettük. A merkbausok kedvét a délutáni zápor sem vette el, így kora estig Maján is osztak. Már most szólunk, hogy aki teheti, tegye szabaddá a hétvégéjét, hiszen a városnapja miatt egymást érik majd a programok.
Péntek délután hívogató menettel indul az események sora, pénteken kinyit a Hősök ligetében a borudvar, és ekkor tartják az országos csipkekiállítás megnyitóját is. Szombaton több száz veterán autós, motoros, valamint kerékpárosok érkeznek a ligetbe, ahol ünnepélyesen aláírják a Halas és Szabadka közötti testvérvárosi szerződést. Közben a sportpályán névadó és emléktáblavató ünnepség lesz, illetve innen indul a városnapi futás. A szombati sztár fellépő pedig Takács Nikolász lesz. Vasárnap délelőtt helyi fellépők műsorait láthatják az érdeklődők, majd az ünnepélyes testület ülésen átadják a városért díjakat. Ezt követően középkori hagyományőrzők lépnek fel. A város napját és a borudvart vasárnap koncertek zárják. A hét legkiemeltebb témáival a címlapján jelenik meg szerdán reggel a Halasi Tükör legfrissebb száma. Képes beszámolót közlünk a Bibó és a Sziládi Gimnázium ballagási ünnepségéről is. Bűnügyi híreink között kiemelt helyen szerepel a nagy visszhangot kiváltó halálos baleset, az ügy a bíróságon folytatódik. A hétvége kiemelkedő eseménye volt a Halasi Lovasverseny, amelynek a legemlékezetesebb pillanatait idézzük fel. Heti portrénkban a Proudba díjas Péter Imréné mesél a pedagógusi pályájáról. A heti tükörben jelenik meg a Városnapi Ünnepség sorozat részletes programja is. Most pedig röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Őzekkel ütköztek a teherautók, elkerülhetetlen volt a baleset, az állatok hirtelen szaladtak ki a főútra kiszállásnál. Kennelben tartott rottweilerekre rontottak, hiába 120 ezres bírság, újra kiszöktek a Gubodi úti problémás kutyák. Műfüves focipályát avattak Fehértón, Mésző Kálmán legendás válogatott is részt vett az ünnepségen. Kevés cégnél van ilyen, családias hangulatú majális szervezet dolgozóinak a Merkbau. A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a hétvégi díjugrató lovas versenyről mutatunk felvételeket a napi mozaikban. 7:30-tól sportműsorral jelentkezünk, Jáger Levente már itt van a stúdióban. Szia, hát nem tudom, hogy a vendéged futva érkezik-e majd, de az biztos, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat futott, ha jól tudom. Szerusztok, jó estét kívánok! Így van, Jeszenszky Péter érkezik majd hozzánk vendégségbe, aki a közelmúltban egy 24 órás futóversenyt nyert meg. Nem tudom, hogy futva érkezett, de már itt van az egészen. Biztos, hogy megkérdezzük tőle, hogy hogyan is jött ide hozzánk. Ezen kívül természetesen megmutatjuk a hétvégi lovasverseny legérdekesebb pillanatait. Rangadót játszott az UKSC Kiskörösön, és 27. alkalommal rendezték a Vári Szabó kupát a középiskolás focisták számára. Azt gondolom, hogy lesz miről beszélgetnünk, és lesz mit nézni, úgyhogy tartsanak velünk 7:30-tól. Várom önöket! Levente, köszönöm a tartalomismertetőt. Önöknek már köszönöm a figyelmet, viszont holnap újra jövünk majd a friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!